kurva jó volt a Human Ramen, én is nagyon szeretem őket, azt hittem, hogy utánam lesznek, nagyon készültem arra, hogy felkonferálom majd őket, hogy utánam jön a Paramore rossz énekkel. Képzeljétek, ők nem ismerték a Paramort. Ez... Mondtam nekik, hogy ez körülbelül olyan, mint mikor a Fekete Giorgio lenyilatkozta, hogy nem ismeri a kis tehént. Az a dal, amit most fogok játszani, a Keresztanyám egyik monológiából származott, felújítás van náluk amúgy azóta is. Egyszer panaszkodott egy családi eseménye, hogy aranymarborút szívnak a munkások, 3 hete ott dolgoznak, még mindig csak bontanak. Ő fizeti az ebédjüket, a vacsorájukat, a cigijüket, meg napi 10 000 forintot, hát jó nagy szívás. Úgy kellett neki, én meg írtam belőle egy dalt. Jézusnak vagy Krisnának, vagy jöhettek én tőlem minnyájan. Ajánlom a lelkemet, hogy valami bűbálja, szórja meg. Mert nem így volt ez az egyesség, hogy én titeket, ti meg engemet húztok ki a bajból. Ezt vinném magammal, de ezt nem akar jönni velem, ez maradni akar. Csak élni, de ezt folyton bízni akar. Ez akkor is boldog, ha gyűlik a baj. Már adnál a pénzt is, de már nem megyek. Mert én ezekkel sehová nem megyek. És nézd meg, ha adnak pénzt, mégis megyek. Arany már borog, szívnak a munkások, még mindig bontanak 3 hetet. Gyűlik a törmelék a szép szemükbe, gyűlölik ezt a rohadt életet. Most már szólni kéne, de már nem merek, hogy istenek vagytok ti, nem emberek. Én hinnék magamban, na miért nem hiszek? Én mennék magamtól, na miért nem megyek? Arany már borult, szívnak a munkások, még mindig bontanak 3 hetet. Gyűlik a törmelék a szép szívükbe, gyűlölik ezt a rohadt életet.